A tankötelezettségről folytatott álvita helyett érdemi megoldásra van szükség az oktatásban a lemorzsolódás visszaszorítására és a felzárkóztatás hatékonyá tételére. Sem a 16 éves tankötelezettségi korhatár, amelyet a Fidesz vezetett be, sem pedig előtte a szocialisták által preferált 18 éves korig tartó tankötelezettség nem oldotta meg a lemorzsolódást az oktatási rendszerben. Ez csupán egy adminisztratív intézkedés, és most az ellenzék aláírás gyűjtése a 18 éves korig tartó tankötelezettségre vonatkozóan is egy álvita, egy álkérdés, nem tudja érdemben befolyásolni sem a felzárkóztatást, sem a lemorzsolódást. El kell azt is mondani, hogy a Fidesz kormány hiába vállalta az Európai Unió irányába azt, hogy csökkenteni fogja a lemorzsolódást, a kormányzásuk ideje alatt ez még növekedett is az elmúlt 9 évben, tehát egyáltalán nem sikerült semmilyen hatékony intézkedéssel ezt csökkenteni. Mindezzel párhuzamosan az elmúlt 30 évben kialakult az oktatási rendszerben a spontán szegregáció, amely rendkívül igazságtalan. Nagyon sok olyan család kényszerül ugyanis arra, hogy a gyermekét, ha biztonságban szeretné tudni, akkor egy másik településre vagy egy adott városban egy távolabbi iskolába kell, hogy járassa, hiszen sok olyan iskola van, ahol a gyermekeknek a tanuláshoz való joga érdemben nem tud érvényesülni, illetve nincsenek biztonságban sajnos. A Mi Hazánk mozgalom azoknak a családoknak az oldalán áll, akik szeretnék, hogyha a gyermekük normális körülmények között tudna tanulni, és nem fogadható el számunkra az, hogy azokat a családokat sújtsa egy rendszer, akik ezt a normalitást képviselik. Ki kell tehát igenis mondani, hogy vannak olyan esetek, amikor a szegregáció mindenkinek jobb, az integráció mindenáron való erőltetése az megbukott az elmúlt 30 évben. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy ilyen kérdések lévén nagyon fontos az, hogy a szakértők kellőképpen be legyenek vonva, és mivel kényes kérdésről van szó, ezért rendkívül körültekintően kell eljárni, több megoldást felkínálni az adott családnak, az adott gyermek számára. Társadalmi katasztrófához fog vezetni, hogyha nagyon hamar és nagyon sürgősen nem fogjuk tudni hatékonyan kezelni ezt a kérdést, hiszen végzettség nélkül kerülnek ki tömegek az oktatási rendszerből, akik későbbiekben nyilván, hogy nincsen piacképes szakmájuk, ezért nem fognak tudni a munkaerőpiacon boldogulni, tehát a társadalomban növekedni fog azoknak a száma, akik az eltartottakhoz, inaktívakhoz fognak tartozni. A Mi Hazánk mozgalom egyébként 17 évben állapítaná meg a tankötelezettséget, azért, mert a 3 éves szakiskolai képzés esetében ez az első olyan életkor, amikor piacképes szakmát tud szerezni egy fiatal, ezt követően a tovább tanulás az a saját döntése kell, hogy legyen minden egyes fiatalnak, illetve családnak, de még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ettől a tankötelezettségi korhatárnak az ide-oda tologatásától érdemi változás nem várható az oktatási rendszerben.